Mert a haza nem eladó, ezüst pénzre sem váltható. Mert a haza lelked része, határait beléd véste, ezer éve a hit. A néptánc és a hagyományápolás segít az identitás megőrzésében, valamint az is, hogy egy olyan társaság tagja vagyok, amelynek az idősebb tagjai jó példával járnak előttem ebben a tekintetben. Szálláson éltek, és házaknál tartották, földes volt a ház. Úgy táncoltak, olyan por lett. Csupa por lett minden. Még olyan volt, hogy fiú-lány táncolt, de lekérés volt, szabad lekérés, tánc közben is. És akkor... És így volt az ismerkedés. Így volt az ismerkedés. Így jöttek össze a párok. Hát hogy ne? Összetartozunk. Mindannyian ugyanarra a dallamra táncolunk. Topolyát 1750-ben a felvidéki Nyitra megyéből telepítette be Mária Terézia. Ezt a gyökeret azzal is erősítjük, hogy sokféle táncot táncolunk felvidékről. Többek között Nyitra megyéből, Zoboraljáról. Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség. Magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy, szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. Széthullott hazánk, de szeretetünk szélszárnyán száll, bejárja a Kárpátok összezüvet. Mindenhol magyar, magyar. Generációk felnőttek, megöregedtek, meghaltak ez a 100 év alatt, de el nem vesztek. Amíg van és lesz iskolánk és templomunk, él az anyanyelvünk, addig még sok-sok 100 évig itt vagyunk és itt is leszünk. Szerintem azért jó magyarnak lenni, mert különleges és színes kultúránk van, valamint a magyarság bölcsője a Kárpát-medence virágzó mezeivel és termékeny földjeivel. Ha ismerem a magyarok hagyományait, történelmét, vallását, irodalmi remek műveit, akkor látom gyökereinket, melyek fontosak számomra és megerősítenek magyarságomban. Azt gondoltam, míg a világ mindig ég a gyertya világ. Éj, haj, de már látom, hogy elalszik rám a világ is hara. A Kárpát-medence minden magyar lakta régiójának hagyományait igyekszünk megismerni és megtanulni. De számunkra mégis a délvidéki gyökerek megőrzése a legfontosabb, hogy sokáig élhessünk magyarként itt, a déli végeken. Mert a haza...